Álomszép otthon? Velünk gyerekjáték. S+C Studio Kft. Szexárd. www.s+cstudio.hu. Rosszatom, nagy hangsúlyt fektetnek a tájékoztatásra. Migráció, szükség lehet a bevándorlókra a szakértő szerint. Szakma aréna, több mint 700 diák és 17 szakma a pályaorientációs napon. Hatékonyságnövelés, olcsóbbá és biztonságosabbá válnak a perek egy digitális fejlesztésnek köszönhetően. A Tolnatej Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Hasonlóan Magyarország 2011-ben elfogadott energiastratégiájához, a Fehér Orosz energiastratégia alappillére is az atomenergia, a megújuló energiaforrások mellett. 2009. júniusában született döntés arról, hogy Astravec-től 17 kilométerre két Weaver 1200 típusú 3 plusz generációs blokkot építenek. A tervek szerint az első blokk 2019-ben, a második 2020-ban kezdi meg a termelést, hangzott el egy Minskben tartott energetikai konferencián. Pakson hasonló blokkok létesítését tervezik. Az építési munkálatok beruházási költségkereten belül és ütemterv szerint haladnak a Fehér Orosz atomerőműben. 2019 márciusában megkezdik az első blokk fizikai indítását, amely a tervek szerint 2019 év végéig elkezdi a kereskedelmi célú villamosenergia termelést. Hangzott el Minskben a 23. Fehér Orosz Energetikai és Környezetvédelmi Expón. A nemzetközi találkozó plenáris ülésén Viktor Karankevics fehér orosz energetikai miniszter elmondta, a blokkok üzembeállásával 5 milliárd köbméter földgáz felhasználását kiváltva csökkentik gázfüggőségüket, és 10 milliárd tonna széndioxid kibocsátását előzik meg. Azt is kiemelte, hogy az atomenergia alkalmazása lehetővé teszi országuk versenyképessé tételét. Ilya Malkina, a fehér orosz környezetvédelmi miniszter első helyettese hangsúlyozta. A fenntartható fejlődés érdekében elengedhetetlenül fontos a széndioxid kibocsátás mérséklése, így országuk támogatja az atomenergiát és a megújuló energiaforrásokat. Vladimir Gorn elmondta, az atomenergetika hozzájárul a tudományok fejlődéséhez, alkalmazási területe rendkívül széles. A Rosszatom kelet-európai részlegének vezetője kiemelte, egy atomerőmű építése pozitív hatást gyakorol környezetére, mert munkahelyeket teremt, elősegíti az infrastruktúra fejlődését. Az atomerőmű látogatással egybekötött nemzetközi fórumon hangsúlyozták. A projektnek köszönhetően olcsó, biztonságos és klímabarát energiához jutnak a fehér oroszok. Lényeges szempont, hogy megfelelő ismeretekkel rendelkezzenek az atomenergetikáról az emberek, sok kérdésre választ kaphatnak, ha felkeresnek egy tájékoztató központot. A Rosszatom azokban az országokban, ahol atomerőművet épít, információs központokat létesít, hogy tájékoztassa a lakosságot. A lakosság atomenergiával kapcsolatos széleskörű tájékoztatására Magyarországon is számos példa ismert. A Paksi Atomerőmű Látogatóközpontja 1995. szeptembere óta fogadja a látogatókat. A kiállításnak 2016 ősze óta szerves részét képezi a Paks 2 projekttel foglalkozó rész is. A Paks 2 ZRT interaktív kamionja 2018-ban is folytatta korábbi országjárását, sőt májusban az Atom Expo Awards nemzetközi pályázatán a döntőben a szakmai zsűri oklevéllel ismerte el a kiállítást. A hazai demográfiai és gazdasági problémákra adott legjobb válasz a migráció hatékony kihasználása lehetne. Erről beszélt Tálas Péter, biztonságpolitikai szakértő Szexárdon. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanára szerint jó példa lehetne Ausztria és Csehország, ahol az ukrán bevándorlókat integrálták sikeresen. A migráció mellett komoly gazdasági veszélyt jelent a közép-kelet-európai országokra, az is, hogy az unión belül hogy tudják magukat pozícionálni. Erről beszélt Tálas Péter biztonságpolitikai szakértő, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanára Szexárdon. Egy alárendelt, kevés hozzáadott munkaértéket termelő, inkább összeszerelő üzemként működő térségről lesz szó, vagy megtaláljuk azokat a kapaszkodókat, ahol mi tudunk gyakorlatilag másokkal összeszereltetni. Emellett a folyamatosan és gyors mértékben öregedő és csökkenő lélekszámú társadalom is hatalmas kihívás elé állítja a hazai politikai döntéshozókat.
A kutató úgy fogalmazott, a felmérések azt mutatják, hogy a nyugatra vándoroltakat szinte lehetetlen hazacsábítani, és bár a lakosság erősen polarizált, mégiscsak a migráció jelentheti a megoldást. Túl a gyermek szám növelésen, meg túl az egészség növelésen, ami meghosszabbítja az életünket, valószínűleg nem lehet kizárni teljesen is elutasítani a bevándorlást, mert másképp ez a térség gyakorlatilag, hogy mondjam, ha nem is el fog fogyni, de olyan jelentős népesség csökkenés szenved el, aminek nagyon komoly következményei lesznek. A szakértő szerint a migráció hatékony kihasználására jó például szolgálhatna Magyarország számára Ausztria és Csehország, ahol főként ukrán bevándorlókkal sikerült megoldani a magyar gazdasági és demográfiai problémákhoz hasonlóakat. Első alkalommal rendezett a Tolna megyei Kereskedelmi és Iparkamara pályaorientációs napot a térség általános iskoláinak. Kedden a piac téren és a placon 17 szakma mutatkozott be. Ezek mindegyike hiány szakmának számít, nem csak a megyében, de országos szinten is. Több mint 700-an érkeztek a szakma aréna elnevezésű napra. A karosszériásoknál próbálgatja a szárnyait az egyik pályaválasztó felsőosztályos tanuló. A cukrásztól kezdve a bútorasztalos, kőműves ápoló vagy szabó mesterségeken át a hegesztő és villanyszerelő szakmákig a megyében megtalálható, képzési helyként is működő cégek mutatkoztak be a piac téren, illetve a placon. Nem tudom, hogy mit szeretnék csinálni egyszerűen. Most próbálom felfedezni azt, hogy miben vagyok jó, és hogy mit szeretek igazából. És igazából ez a rendezvény, ha mondhatom, annak nem tudom, hogy mi rendezvény, segít ebben. A Tolna megyei Iparkamara első alkalommal szervezte meg a Szakma Aréna elnevezésű pályaorientációs napot, ahol a megyéből 17 szakképzőhely, illetve cég mutatkozott be a diákoknak. Itt megismerhetnek mindenféle szakmát, a vállalkozók bemutatják nekik a fogásokat, elmesélik, hogy mit is jelent egy-egy szakma. Tehát ez egy konkrétan valóban gyakorlati bemutató, és szerintem ezzel el tudjuk érni, hogy az érdeklődésük a szakmák iránt megnövekedjen. A tanulók másfél órás turnusokban érkeztek a különböző iskolákból, főként Szekszárdról és Bonyhádról. A gyerekeket a Tolna megyei Kereskedelmi és Iparkamara buszokkal szállítatta a helyszínre. Több mint 700 felső osztályos tanuló ismerkedhetett a lehetőségekkel és jövőbeni szakmájával. A nagy érdeklődésre tekintette, a megyei Iparkamara jövőre is tervezi a szakmai nap megszervezését. Már élesben működik Tolna megye több bíróságán és a szekszárdi börtönben az a videokamerás rendszer, amivel elkerülhető, hogy a rabokat át kelljen szállítani a büntetés végrehajtási intézetekből a tárgyalások helyszíneire. A perek így nem csak sokkal olcsóbbak, de biztonságosabbak is lesznek. A Wiki névre keresztelt rendszert kedden mutatták be nyilvánosan. Figyelmezteti a tárgyalás résztvevőit a kép- és hangfelvétel rögzítésére a digitális videó és kamera rendszer a működés elején, majd néhány másodperccel később létre is jön a kapcsolat a szexuális börtön és a törvényszék között. A terem nagysága miatt kellett egy hátsó kamerát beépítenünk. Ez pedig már a szexuális börtönből érkező élőkép. A kijelző képén látszik, hogy a túloldalon található kamera látószöge a bírósági tárgyalóteremből változtatható. A két mozgatható robotkamerából, ugyanennyi óriás kijelzőből és iratszkennerből álló rendszer lehetővé teszi, hogy ne kelljen esetenként több száz kilométert szállítani a rabokat a börtönből a tárgyalás helyszínére. Ezzel nem csak a költségeken lehet faragni, de a biztonságot is növeli a rendszer. Tudni kell, hogy a büntetés végrehajtás legnagyobb kockázatvállalása mindig a fogva tartott falakon kívül tartását jelenti. Azzal, hogy kollégáim az adott helyre, adott bíróságra előállítják a fogvatartottat, jelentős humán erőforrás, anyagi erőforrás bevonására van szükség. A Wiki névre keresztelt rendszer kiépítése helyszínenként 3 millió forintba került. Az országban összesen 215 állomást alakítottak ki, ebből 3-at Tolna megyei bíróságokon, a szekszárdi járásbíróságon és a törvényszéken. 24 helyszín pedig védett személyek, például gyerekkorú tarúk vagy szexuális bűncselekmények áldozatainak a meghallgatására is alkalmas. Szekszárdon az elsők között élesítették be a digitális eszközöket. A szekszárdi törvényszék büntetésvégrehajtási bírája az elsők között tartott távmeghallgatást
2018. augusztus 28 napján, nem sokkal a nyári ítélkezési szünetet követően, és azóta 10 büntetős végrehajtási intézetben fogva tartott személy meghallgatására kerül sor. A Wiki hálózatot a tervek szerint hamarosan bővíteni fogják. A cél, hogy a rendszer egyszerűbb mobil verziója az ország valamennyi bírósági tárgyalótermében használható legyen. A könyvtári és múzeumi jó gyakorlatokat felvonultató országos szakmai program zajlott Szekszárdon. 1960 óta mérik az olvasási szokásokat, és ebből kiderül, a felnőtt lakosság lényegesen kevesebbet olvas könyvet, mint a korábbi évtizedekben. Az olvasók jelentős része a középiskolás korban veszik el a könyvtárakból. A szakma véleménye az is, hogy a könyvtárak szerepe lassan átértékelődik, és az új kihívásoknak megfelelő programokat kell kidolgozni. Az 1960-as években mért kutatási adatok szerint a felnőtt lakosság 18%-a volt rendszeres olvasó, ami havi egy könyvvel olvasását jelenti. Ez a szám már a 7%-ra esett vissza. A felmérések azt mutatják, hogy a kisgyerekek még szívesen vesznek kezükbe könyvet, ám a lelkesedés középiskolás korra eltűnik. Itt lép be viszont a könyvtáraknak a szerepe, hogy ezzel a korosztállyal kiemelten igyekszünk foglalkozni. Ebbe beleértve azt is, hogy például van lehetőség, ott nem csak gyerekkönyvtár van, meg nem csak felnőtt könyvtár, hanem a kettő közötti űrt, a már nem gyerek, de még nem felnőtt kategóriát, tehát az ifjúságot igyekszünk megszólítani, és például olyan olvasói teret kialakítani, ahol kuckósodhatnak, ahol máshogy foglalkozik velük a könyvtáros, tehát nincs ez a nagyon merev rendszer, mint ami régen volt. Először 2005-ben végeztek vizsgálatot arra nézve, hogy a világháló hogyan befolyásolja az olvasási szokásokat. A tapasztalat azt mutatja, az elektronikus eszközök átveszik a könyvek szerepét. A lakosságnak kb. Egy 60-70%-a az, aki olvas valamilyen formában, tehát akiket olvasónak tekinthetünk. Úgyhogy ha bármilyen eszközön, bármilyen formában ő ezt a tevékenységet végzi egy nap folyamán. A könyvtárak hagyományos szerepe átalakulóban van, egyre inkább közösségi térré válnak. A különböző jó gyakorlatok az olvasók megnyerésére közös feladat, ezt szolgálja az Én Könyvtáram program is. Több mint 2 milliárd forint szántak arra a pályázat kiírói, hogy a legjobb gyakorlatokat gyűjtsék össze a könyvtárak és a múzeumok ki a saját területén, és nyilván annak az átfedéseit is jól lehet értelmezni. De az elkövetkezendő évek során számos olyan lehetőség lesz a könyvtárak előtt, amikor a nem formális képzésnek a lehetőségeit ragadják meg, teremtenek meg olyan fajta alkalmakat az élethosszig tartó tanulás különböző formáira, amiben a legjobb lehetőségeket összegyűjtött nagy projekt keretében lehet majd válogatnunk. Liphauser János véleménye szerint a mostani program eredményessége a befejezése után világlik majd ki, amikor a jó gyakorlatokat a különböző méretű könyvtárak fel tudják majd használni a pedagógusok és a civil szervezetek számára. Ilyenkor össze nem árt még az átlagosnál is nagyobb figyelemmel közlekedni az utakon, mert bármikor felbukkanhat egy őz vagy szarvas. Több baleset szokott ebben az időszakban történni. Hétfőn reggel is nem sokon múlott, hogy tragédia történjen Kakasnál. Ilyenkor ősszel gyakran keresztezik az utakat vadállatok, több balesetet okozva. Hétfőn reggel is nem sokon múlt, hogy tragédia történjen Kakasnál. A balesetben nem sérült meg senki, ám ez csak a szerencsén múlt. Ilyenkor ősszel azért van több vad az utakon, mert ilyenkor van a szarvasok párzási időszaka. Ez pedig azzal jár együtt, hogy ezek a nagy termetű állatok nagy távolságokat is megtehetnek, és közben autóutakat is keresztezhetnek. Napnyugta és napkelte között kell a vadak megjelenésére számítani, különösen a mezőgazdasági területek, valamint a fás, bokros területek közelében. A hajnali órákban 5 óra 51 perckor érkezett bejelentés, hogy 2 személygépkocsi ütközött. Az elsődleges adatok szerint azt lehetett megállapítani, hogy a járművezetők annak érdekében, hogy egy őz elütését elkerüljék, ezért egyikőjük elrántotta a kormányt, és egy kis tehergépkocsi, illetve egy autó ütközött össze. Több tanácsot érdemes megfogadni, például kössük be a biztonsági övet, ne mobiltelefonáljunk, használjuk a távolsági fényszórót, figyeljük az út mindkét oldalát, ha pedig észreveszünk egy vadállatot, érdemes lassítani, dudálni, a kormány pedig nem szabad félrerántani, még ha így el is ütjük az állatot. Ha pedig elütöttünk egy vadat, a 112-es segélyhívó számot érdemes hívni.
Minden járművezetőnek felhívjuk a figyelmét arra, hogy az ősz idején, amikor a őzek, illetve vadak rendszeresen az úttesten közlekednek, figyeljenek oda, hogy az ütközéseket elkerülhessék. A rendőrség azt mondja, a 65-ös, 6-os és a 61-es számú úton kell sok vad megjelenésére számítani. Torna megyében egyébként évente 1500 baleset történik. Ezek közül minden tizedik vadállat miatt következik be. A 2015-ben indult Vármegyeházi Esték sorozat ezévi rendezvényeiről számoltak be a szervezők, melyben a szokásoknak megfelelően többféle műfaj is helyet kapott. Horváth Kálmán kormány megbízott azt mondta, a program összeállításában arra törekedtek, hogy a hely szellemének megfelelő rangú kamara előadások színesítsék a város kulturális életét. Megelégedésemre szolgál legalábbis, mint házigazdának azt, hogy eddig milyen rendezvényeket tudtunk tető alá hozni. Minden esetben a hely szellemének megfelelően válogattunk és választunk a jövőben is, mondta Horváth Kálmán kormány megbízott. Igyekszünk a befolyó összegeket jótékony célokra fordítani, tette hozzá. Idén a Liszt-Ferenc Zeneiskola gazdagodhat a bevételekből. Kell vagy a szegényeket, rászorultakat, vagy a tehetségeseket támogatni. Ezt a rendezvényt mi arra használjuk fel, hogy a tehetséges gyerekeket, illetve magát az iskolát támogassuk azzal, hogy felajánljuk a bevételt, amire egyébként ők megdolgoznak, hiszen ők is fellépők, de mi nagyon-nagy örömmel átengedjük ezt a bevételt arra, hogy valami hangszert vásároljanak belőle, hiszen a hangszerből sohasincs elég. A szerkesztési elveknél azt veszük figyelembe, milyen évfordulókat ünnepelünk, melyek kapcsolódnak Szekszárdhoz, mondta Ódor János, a társszervező, Vasinszky Mór megyei múzeum igazgatója. Igyekszünk ebbe Vármegyeházi Estékbe olyan embereket megszólaltatni, illetve lehetőséget adni nekik megmutatkozásra, aki kötődik Szekszárdhoz vagy magához a megyéhez, a tájhoz, illetve az épület történelmiségéből adódóan, hogyha esetleg valami kerek évforduló van, akkor ehhez kapcsolódóan próbálunk előadót keresni. A stílusok szempontjából is meghatározó a hely. Ennek megfelelően lehet széles a paletta, hangzott el. A Vármegyeházi Esték első előadásában Baka Istvánra és Lányi Péterre, valamint Liszt Ferencre emlékeznek. Minket a név kötelez, Liszt Ferenc Zeneiskola, és hát ugye Liszt ominózus látogatásai alapján nekünk muszáj itt ezt a hagyományt folytatni, illetve a fiatalságnak megmutatni, illetve ezeket az értékeket ápolni. Úgyhogy itt most egy rendhagyó évfordulós megemlékezés lesz 18-án, mert hát a két nagyszerű művész, aki már sajnos nem lehet köztünk, Baka István és Lányi Péter nevéhez kapcsoltuk ezt az évfordulót. A rendezvénysorozatban vendég lesz többek között Udvardi György megyéspüspök, Rafai Ernő történész, a zeneiskola tanárai, lesz operaes, és zárásként egy pünkösdi fúvós fesztivál várja a Vármegyeházi Estékre ellátogatókat. A régió híreivel folytatjuk a híradót. A gazdasági együttműködésre koncentrálnak, testvérmegyei megállapodást írt alá Baranya és Neretva megye. Invázió, a gyümölcsökben és zöldségekben is kárt okoznak a vándorpoloskák. Hadikék az abszolút bajnokok, Ranga Péter ötödik lett a meccsek rallin. Testvérmegyei együttműködést írt alá Nevenko Herceg, Bosznia-Hercegovina Neretva megyeinek elnöke és Madaras Zoltán, a Baranya megyei közgyűlés elnöke Pécsett. A megállapodás célja a kereskedelmi, kulturális, sport és oktatási területeken való együttműködés ösztönzése a két megye között, mondta az eseményen Madaras Zoltán, aki már keresi azokat a vállalkozókat, akik novemberben egy delegációval ellátogatnak a testvérmegyébe. Boszniai vállalkozásokat szeretnénk velük szemben egy asztalhoz leültetni, tolmácsokkal, külkereskedelmi kapcsolatokkal, azért, hogy induljon meg egyfajta vállalkozói eszmecsere, kapcsolatfelvétel, és ha lehet, akkor üzleteljenek egymással, mert minden üzlet munkahelyet teremt, bevételt teremt, és ez pedig javítja a gazdaságunkat, és ha javul a gazdaságunk, akkor itt a megélhetés, az élet fog javulni. Akár 13 tonna kukoricát is arathatnak a Somogy megyei gazdák hektáronként. Nem csak a mennyiség, hanem a minőség is kiváló. Az időjárásnak köszönhetően keveset kell a gabona szárítására költeni. A tavaszias idő miatt azonban a gyümölcsökben
Gyümölcsösökben nagy gondot jelent az elszaporodott vándorpoloska, ami tönkreteszi az almatermést, és a zöldséges kertekben is nagy pusztítást végez. Jól haladt Somogy megyében a kukorica betakarítása, nem csak a minőséggel, hanem a mennyiséggel is elégedettek a gazdák. 9 tonna felett lesz, ez már biztos a megyei átlag. 58 ezer hektár kukorica van, ennek kb. 70%-át takarították be. Az idő nagyon jó a betakarításhoz, 14% körüli nedvességtartalommal be tudják takarítani, ezt már csak alig kell szárítani, inkább csak szellőztetni, és hát nem ritkák a 12-13 tonna per hektáros táblák sem, tehát most olyan 9 tonnánál tart a megyei átlag, és igazából a legjobb kukoricák még hátra vannak. Ez a vándorpoloska. A gyümölcs termesztők és a háztáji kertek tulajdonos azonban már nem ilyen szerencsések, idén is támadnak ugyanis a vándorpoloskák, amelyek nem csak a lakásokba fészkelik be magukat, hanem a gyümölcsöket és a zöldségféléket is tönkreteszik. Veszedelmes jószág, hiszen ez a szívásával, szívogatásával lesz, ez károsítja. Idén ezzel találkoztunk, nem is egy helyen, almát megszúrja, és amikor szívogat, akkor különböző kellemetlen, hogy mondjam, rothasztó baktériumokat, gombákat, penészgombákat visszapumpál a növénybe, almába, kajszíba, őszibarackba, de szúrásával ez károsítja tulajdonképpen a zöldségféléket is, tehát paprika, paradicsomot. A zöld színű vándorpoloska mellett a márványpoloska is egyre nagyobb létszámban jelenik meg, mondja Tóth István növényvédelmi szakmérnök. A tavaszias időjárás azonban a harlekin katicákat is előcsalta. A gazdaboltokban könnyedén beszerezhető olyan aeroszol, amellyel a poloskák és a harlekin katicák egyaránt írthatóak. Az 52. Aqua Profit Mecsek Rallia péntek délutáni prológgal kezdődött a Pécs Pláza parkolójában, majd szombaton 8 gyorsaságén bizonyíthattak a rallisok, vasárnap pedig a Magyar Amatőr Ralli Bajnokság mezőnyével kiegészülve további 4 szakaszt teljesítettek. Az abszolút győztes Hadik András lett, a baranyaiak nagy kedvence, Ranga Péter az 5. helyen zárt. A péntek délutáni rajt, ceremónia és prológ után szombaton és vasárnap a meccsekben versenyeztek a ralisok az idei bajnokság utolsó előtti fordulójában, melyre összesen 113 autóval neveztek a pilóták. A Historic mezőny 46 fővel kezdte, az ORB ORC pedig 68-al. Sajnos több borulás és kiesés is előfordult a hétvégi viadalon, mégis szinte minden induló dicsérte a meccsek rali színvonalát és a fantasztikus közönséget, akik néhol sátrakkal vonultak ki egy-egy látványos szakaszt megnézni. Meg vagyunk elégedve, a tegnapi nap nagyon jól sikerült, nagyon sűrű és kemény programot sikerült a rallipilótáknak összeállítani, nem voltak csúszások, a pályák jól meg voltak építve, sportbírók nagyon jól dolgoztak, köszönet mindenkinek, és úgy tűnik, hogy a mai nap is így indult, úgyhogy remélem, hogy az egyik legjobb magyarországi futam lett vagy lesz a Mecsek Rally 2018-ban. A pécsi közönség alig várta már Ranga Pétert és navigátorát, Holzer Dánielt, akiknek Skoda Fábiája olyan dekorációt kapott, melyel nagyon hasonlít Péter édesapja Lanciájára. Ranga László azzal több bajnoki címet is szerzett a 90-es évek elején. Hát nem úgy alakult, hogy szerettük volna, mert egy rossz futómű beállítással kezdtünk tegnap, ami nem csak lassú volt, hanem veszélyes is, úgyhogy azon alakítottunk. Tegnap már mentünk a második nap, vagy a második felébe jó időket. Most az előző gyorsaságon itt beestünk az erdőbe egy kicsit, úgyhogy az egy kicsit necces helyzet volt, de most már próbálunk javítani itt Torfűn. A célba végül 42 ORB ORC autó gördülhetett be, ahol papírforma győzelem született. Az abszolút bajnok Hadik András lett, megelőzve Durán Frigyeséket. A baranyaiak nagy kedvence, Ranga Péter pedig az 5. helyre ért oda. Az ORC mezőny legjobbja Matics Mihály volt, a Historic versenyt pedig Wirtmann Ferencék nyerték. Híradónk végén tekintsük át még egyszer a legfontosabbakat. Rosszatom, nagy hangsúlyt fektetnek a tájékoztatásra. Migráció, szükség lehet a bevándorlókra a szakértő szerint. Szakma aréna, több mint 700 diák és 17 szakma a pályaorientációs napon. Hatékonyságnövelés, olcsóbbá és biztonságosabbá válnak a perek egy digitális fejlesztésnek köszönhetően.
Szerdán folytatódik az anticiklon által alakított nyugodt, jelentős változásoktól mentes idő, gyenge mérsékelt délkeleti széllel, a napsütésé lesz a főszerep, csapadékra nem kell számítani. A jellemző hőmérséklet átlaga szerda reggel 9, szerda délután 24 fok lesz. Mára köszönöm figyelmüket, friss hírekkel legközelebb szerdán este jelentkezünk, műsorainkat visszanézhetik a megújult tolnatalj.eu oldalon, vagy keressenek minket a Facebookon, ahol a képet, videót is küldhetnek, és ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Viszontlátásra!